Na. Szia. Jó reggelt. Na, sziasztok. Jó reggelt, Pihe. Akkor induljon a nap. Ilyenkor minden reggel egy kis aerobmozgással kezdünk, de mielőtt azt elkezdenénk, össze kell készíteni egy kis aerobmozgás előtti kapszula mennyiséget, csak hogy jól induljon a nap. Ebbe a kis kanálkába szoktam azt beletenni, amit most gyorsan az edzés előtt alkalmazok, ugye L-karnitin. Két szem zöld a zöld kávé, olyan nagyon minimális koffein tartalma. Két szem háci alkitozám. Egy szem C-vitamin. Egy szem mentálfókusz kávé helyett. Ezt be is veszem gyorsan, az első dolgom. És ezzel a lendülettel bekeverek egy aerob edzés közben egy kis italocskát, ami nem más, mint BCA-glutamin, hiszen ezeket az edzéseket éjnyomóra végzem, és igyekszem minél kevesebb izomveszteséggel megoldani. Egyébként ezek nálam egész évben működnek, tehát ezek az edzések. Ez 40-50 percnyi 120-130-as pulzuson történő edzésmunka. Úgy kapszulák bevéve, ital elkészítve, illetve a konditerem összerakása. Szerencsémre ez egy ilyen nagyon praktikus, itthon használható szobakerékpár, így az első edzésemet azt nem kell egy konditerem ilyenkor talán rideg belsejében tölteném, mert hát töltenem, mert persze nyilván nem rideg a konditeremnek a külseje, de most reggel föl kell az ember, akkor eleve álmosabb, így áll a haja. Így, mire lejutsz egy edzőterembe, addig azért egy csomó idő eltelik, ott átöltözködni, bénázni, és mindezt így nyomóra kellemetlen. Ellenben én itthoni környezetben, a saját tévében közben szórakoztatva magamat végzem ezeket a fajta edzéseket, és így nem nehéz rávennem magam akár minden nap egész évben, hogy ezt csináljam. Egyébként a trükköm az, hogy sorozatokat nézek közben. Mert közben belebújok ebbe a termopulcsiba, ami kiválóan zárja, bent tartja a hőt. Mert egyébként tényleg igaz az, hogyha jól beöltöztök ezekhez az aerob jellegű tréningekhez, akkor a melegben, a zsírsejtekből a zsírsavak könnyebben felszabadulnak, és ugye azokat tudjuk tüzelőanyagként elégetni, azért reggel éjnyomóra kardiózunk, mert akkor elvileg kicsit üresebbek az izomnak a glikogén raktárai, és akkor kénytelen a szervezet azokhoz nyúlni, amit ugye szeretnénk elégetni, és ehhez egy kis meleggel szerintem kedvezőbb környezetet teremtek a testem számára. Na és akkor ugye most egy nagyon izgalmas sorozatot kezdek el nézni, sajnos nem volt időm az adásidőben viszont nézni magamat és Pihét, ahogy a Fuss család Fuss című TV sorozatban, ebbe a sport reality-be szereplünk. Egyébként, hogy tudjátok, hogy miről is van szó, hogy miért mutatjuk most be akár az én reggelemet, betekintést nyerhettek egy kicsit a Team SciTech tagok mindennapjaiba, hogy nem mindig csak edzés videót lássatok, nem mindig csak olyan videókat, amiben bemutatom, hogy az egyes táplálékkiegészítők hogyan működnek, mire valók, hogyan kell őket használni. Hát, ha ez is egy izgalmas része lehet a mi életünknek, közben érzitek, hogy veszem fel a fordulatszámot, egyre nehezebben lihegek, és így, hogy jobban megismertek minket, talán hitelesebbek is leszünk a számotokra, és ami ennél is sokkal fontosabb, az talán az,
hogy a szép alak, meg az eredmény, az nem abban az egy-két órában dől el, amit ugye az edzőteremben töltötök, hanem gyakorlatilag a maradék 20-22 órában, amikor a táplálkozással foglalkoztok, a pihenéssel, a szabad időtök eltöltésével, tehát ezeknek is nagyon nagy szerepe van a fejlődésetekben, nagyon nagy hangsúlyt kapnak, és hogyha a 24 óra stimmel, akkor lesz meg az eredmény. Nagyjából 10 percenként szoktam ugye odafigyelni a folyadék fogyasztásra, amint látjátok, most már igencsak szakad rólam a víz, és ez nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egy sportoló, amikor munkát végez, edz, keményen harcol azért, hogy megjelenek a különböző céljai, akkor figyeljen oda a hidratálásra is, és ez vonatkozik azokra is, akik csak kimennek pár kört futni a Margit-szigetre, vagy bicikliznek egy hosszabbat, és persze a profi sportolóknak ez meg igen fontos, vagy különösen fontos. Ugye én most BCA Glutamin Express-t alkalmaztam, egy kis ásványanyag keverékkel kiegészítve, hogy az aminosavaknak a jelentőségét azt talán már nem kell bemutatnom. Most ebben nincsen szénhidrát, hiszen négy romos kardiót szerettem volna végezni éppen azért, hogy üres energiaraktárakkal vágjak neki a dolognak, de az esti súlyzós edzéseimben már ott lesz az izotek. Na és lassacskán beérünk az aerob jellegű edzésünk végére, amint látjátok, igencsak leizzadtam, ez is volt a cél, hogy reggel fölkeljek, és üresebb energiaraktárakkal álljak neki az edzésnek, de ami ennél is nagyon, vagy ennél is sokkal fontosabb, a glikogén raktárak nem ürülnek le estéről reggelre, hiszen az inzulin szint az alacsony, mert a vércukor szint is alacsony, nem ettem még semmi olyat, meg nem ittam semmi olyat, ami ezt túráztatná, és hogyha alacsony az inzulin szint, akkor tudtok igazán jól zsírtégetni, sőt az alacsony inzulin szint ennek feltétele is. Tehát, hogyha megcsináljátok ezt a fajta edzést, energiát használtok fel alacsony inzulin szint és üresebb energiaraktárak mellett, és utána sem egyből szénhidrátos étkezéssel kezditek a napot, hanem isztok egy fehérje turmixot, utána megesztek egy tojásrántottát, és csak olyan 12 körül, mondjuk egy 8 órás kelésnél, 12 körül visztek be először mondjuk egy kis zappelyhet, az sokkal hatékonyabb módja annak, hogy ne izzatok el, illetve hogy fogyjatok le. Na, és akkor én tulajdonképpen 3, 2, 1, be is fejeztem ezt az edzést. És akkor irány egy kis fehérje turmix. Egyébként nekem személy szerint ez a banános ízű fehérje a kedvencem, de azért én is szeretem a változatosságot, ezért tartok itthon 5 féle kék, sima 100% whey proteint, meg a citrom sajtortás barackos verzióval is tartok egy dobozzal, a kiwi banános is, abból is van benne 10 tasak. Én édességekhez is jól jön meg, hogyha néha valami kicsit másra vágyom, de egyébként azt gondolom erről a ízmegunásról, hogy amikor én elkezdtem edzeni, akkor annak is örültünk, ha volt bármilyen ízű turmix, maximum csoki, vanília, esetleg eper, és tök jól kigyúrtuk magunkat, és imádtuk ezeket a turmixokat, pedig ízvilág tekintetében sehol nem volt a mostanihoz képest, és pont ezért nagyon fura, amikor bejön egy vásárló a boltba, és föl tudok neki vonultatni mondjuk 15 fajta ízt, és pont a 16. nincs raktáron. Egyébként ez egy kis kreatív monohidrát. Nem szedek bele sokat, egész évben 6 g igazából a mennyiségem, de azt fontosnak tartom, hogy ennyi azért kell. Így gyomorra, edzés előtt, meg lefekvés előtt. Tehát visszatérve az ízkavalkádra, én majdnem mindig banánosat vagy vaníliásat iszom, és mindig 5 kilósba veszem, mert annak van ugye gazdasági okokból előnye. Tehát, hogyha ezeket a financiális vonatkozásokat nem veszük figyelembe, és tasakonként veszük 300 forintért, amikor a vödrös mennyiség esetén a 30 gram 156 forintra jön ki, akkor egy gazdasági öngyilkosságot követünk el saját magunkkal szemben, és én azt gondolom, hogy spórolni mindig jó, a nagyobb kiszerelés spórolást jelent, még azon az áron is, hogy esetleg le kell mondjunk a változatosságról, de arról se kell lemondjunk, hogyha veszünk egy pár tasak más ízű fehérjét.
20 óra. És akkor irány a fürdőszoba.